Halló, halló, siófok! Kérem, csúcsúzsuzsikát! Jaj, te vagy az gazdikám! Áldjon meg az Isten, gyertek már haza, mert nem bírom tovább a Saci nénédet, akinek voltál szíves oda passzírozni 2 hétre. Igen, sírok. Mit vártál? Azért a sok kedvességért ezt érdemeltem? Még kérdett, hogy mi a baj? Szörnyű állapotok vannak. A Saci néni egy gyilkos nőszemély. Kiteszi a kalitkát a tűző napra. Ez őrült, aztán minden nap meg akar fürdetni, benyom a zuhany alá, és amikor elmenekülök, lepkehálóval rohangál utánam, mint egy hasmenéses Tarzan az őserdőben. Nem érti meg, hogy én nem vagyok te. Én egyedül fürdöm. Aztán ott van a homok. Tudod, mit csinált a nénikéd? Kiöntötte a kalitkából az összes homokot, és mosogatószeres vízzel kimosta az én otthonocskám alját. Nagy takarítást csinált, pedig már egy dedós állatbarát is tudja, hogy a homok nekem nem csak illemhely, hanem az emésztésem nélkülözhetetlen része. Azóta székrekedésem van. De ez még szerencse, mert Sacika Bacika ugyanazt adja nekem is enni, amit ő eszik. Tegnap például halászlé volt. Már a szagától kifeküdtem, de amikor belenyomta a csőrömet, elátkoztam a pillanatot, amikor nem parlagisasnak születtem. Tudod, mit csinálna egy tisztességes parlagisas Saci nénivel? Pontosan, Zsuzsókám, ments meg. Ígérem, jó leszek. Nem verem le a porcelán pipit, ha nem kergetsz, és nem csinálok a zongorára. Csak gyertek haza. Képzeld el, Saci nénét kölcsönkért a szomszédból egy mamagájt, vagyis egy nőstény papagájt, hogy majd ő, dr. Saci Baci, kitenyészt velem egy új fajtát. Ha, rögnöm kell. Ennek én egy új fajtát? Inkább halljon ki az egész papagáj nemzetség, mint hogy az én csemeteimet ő gondozza halálra. Mondtam is a mamagájnak, hogy miattam anyukám nem mész szülési szabadságra, akkor sem, ha te vagy a Marilyn Monroe-gáj. Mire ő azt mondta, hogy nem kell beijedni, mert ő sem óhajt most anya lenni. Az idén 2-szer rakott már tojást ugyanis, és egy újabb fészekaljból csak gyenge korcsfiókák jönnének világra. Saci néni másik zseniális ötlete, hogy beszélni tanít mindkettőnket. A mamagájjal persze nem megy sokkal, mert csak hímet lehet beszélni, tanítani, de ezt nem árulom el neki. Hadd kínlódjon. Én meg tudod, mikor mondom utána a szövegeit? Néha egy órán keresztül nyivákolja nekem, hogy Sáci néni szép, Sáci néni fiatal, Sáci néni szép, Sáci néni fiatal. Amikor már nem bírom tovább, akkor azt rikácsolom, amire te tanítottál. Hülye, aki mondja, hülye, aki mondja! Erre persze megsértődik, és ott hagy. Csak már én hagyhatnám végre itt. Mikor jöttök? Még 3 nap? Szörnyű, szörnyű. Az egyetlen elégtételem, hogy ha nincs itthon, folyton telefonálok. Már 2-szer hívtam a Melbourne-i unokatestvéremet. A Zsaci nénéd megkapja a telefonszámlát, biztos beleszédül a szemetesbe, és többet nem kell idejönnöm. Halló? Halló? Már megint megszakadt ez a vonal.